Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Kézmosás világnapja. A betegség elleni védekezésről tájékoztatták az alsósokat. Intelligens fehérbot. A gyengén látók számára teszi lehetővé az önálló közlekedést. Kártevő a szűlőkben. Tovább pusztít az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma. A helyes kézmosás a betegségek megelőzését szolgálja, többek közt erről is tájékoztatták a kisiskolásokat Sopronban. A szakemberek játékos módon ismertették meg a gyerekeket a kézmosás és a környezetünkben élő mikrobák kapcsolatával a kézmosás világnapja hetében. A kézmosás nem egyszerű feladat, ha azt alaposan akarjuk végezni. A Szent Orsolya Általános Iskola alsósai a védőnői szolgálat és a tisztiorvosi hivatal munkatársainak irányítása mellett játékos módon ismerkedtek meg a higiénia legfontosabb szabályaival. Ezzel a játékos bemutatóval azt is látják a gyerekek, hogy amikor egyrészt, hogy milyen mikrobák, mennyi féle mikroba kerülhet a kezükre, és hogy kézmosás után ebből mennyi marad. Nyilván végtelenségig nem tudjuk elpusztítani, de a mennyiségét nagy számban csökkenteni tudjuk. A keddi nap folyamán az alsó tagozatos diákok egymást váltva szereztek tudást a mikróbákról és a betegségek elleni védekezésről. A gyerekeket Tengerdi Antal, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója és Péli Nikolett, az Önkormányzat Népjóléti Bizottságának elnöke köszöntötte. A gyakorlati elemeket felvonultató kiselőadások során a diákokat komoly ismeretekkel vértezték fel. Hogy mikor, és hogyan, hogy mivel lehet kezelet mosni. Mindig összeléptesszük a zsebkendőt, és utána kidobjuk a zsebkendőt, amiben beletűszentettünk, és kezet mosunk utána. A kézmosás fontossága mellett az antibiotikumok használatát is bemutatták a szakemberek. Ez a rendkívül fontos gyógyszer csak akkor hatásos, ha betartjuk az orvos által előírtakat. Ahhoz, hogy a betegségeket megelőzzük, nagyon fontos az, hogy olyan baktériumok ne alakuljanak ki, amikre az antibiotikum már nem hat. Ez a másik célja a programnak, hogy elmondjuk azt a gyerekeknek, hogy amennyiben antibiotikumot kapnak az orvostól, azt végig kell szedni. Október 15-e 2008 óta a kézmosás világnapja. Célja, hogy ösztönözze a higiéniai szabályok betartását, tudatosítsa a szappannal történő kézmosás kedvező hatásait a betegségek megelőzésében. A másodfokon eljáró gyűri törvényszék is felfüggesztett börtönre ítélte azt a 32 éves férfit, aki körülbelül fél éven át rémizgette a szembejövő autósokat Sopronnál. Örökre eltiltották a vezetéstől, és pártfogót rendelt ki mellé a törvényszék. A vádirat szerint a férfi 11 alkalommal sodorta életveszélybe az éppen szembejövő autóst, és csak a szerencsém múlott, hogy nem történt tragédia. A vádlott a felelősségének megállapítása után saját maga jutott arra a következtetésre, hogy mentális állapotának rendszeres kezelésére szakorvosi segítséget kell igénybe vennie. A másodfokú bíróság szerint a tényleges börtön eltűzött lett volna ebben az ügyben. Ugyanakkor a 4 év próbaidő alatt együtt kell működnie a pártfogójával a férfinak, és szintén ítéletbe foglalták, hogy továbbra is rendszeresen járnia kell kezelésre. Az ítélet jogerős. Intelligens fehérbotot adott át a Lions Club Sopron a Vakok és Gyengénlátók Soproni Egyesületének. Az eszköz egy okostelefon segítségével tudja navigálni a használóját. A fejlesztés forradalmi újdonságnak számít, hiszen a gyengénlátók számára lehetővé teszi az önálló közlekedést akár ismeretlen környezetben is. Az országban mindössze 10 ilyen intelligens fehérbot van. Sopronban ez az első ilyen eszköz. Az új intelligens fehérbotjával ismerkedik Rácz Tamásné. Krisztina születése óta látássérült, de 7 évvel ezelőtt erősen megromlott a látása. Azóta csak segítséggel tud kimenni az utcára. Az új fehérbottól azt reméli, hogy önállóan is képes lesz majd közlekedni az utcákon. Biztos, hogy ez a bot segítséget fog nyújtani. Egyelőre csak valami kísérettel megyek az utcára, családtagom, van 4 gyermekem, úgyhogy valaki kísérő mindig van, vagy a férjem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ennek a botnak a segítségével egyedül is el fogok tudni indulni. Az intelligens fehérbot működését mutatja a Lions Club Sopron elnöke. A botnak a következő funkciója, egy GPS jeladó van beépítve, ami egy okostelefonhoz kötve
érzékeli a GPS jeleket, és jelzi azt, hogy merre kell haladni, melyik irányban kell, melyik sarokon befordulni, és mennyit kell haladni. Az eszköz használatához egy okos telefonra van szükség, amellyel a fehér bot összeköttetésben van. A 600 ezer forint értékű eszközt a klub adományozta a Vakok és Gyengéllátók Soproni Egyesületének. A világban 206 országban összesen 46 ezer klub, Lions Club létezik, és ebből az egyik klub Hollandiában kizárólag csak mérnökökből áll. És ők eltervezték azt, elgondolták azt, hogy ők készítenek egy intelligens botot, amivel meg tudják könnyíteni a vakoknak és gyengélátóknak az életét. Ennek a botnak a lényege az, hogy rendelkezik egy GPS-szel, és rendelkezik egy ultrahangos érzékelővel is, amivel a tereptárgyakat tudják érzékelni, és jelzik a felhasználónak hangjelzését. Az egyesület vezetője szerint a látássérültek számára még mindig a napi ügyintézés és az önálló közlekedés jelenti a legnagyobb problémát. Mint mondja, többségük nem mer egyedül kimenni az utcára. A legnehezebb talán kimozdulni az utcára annak, aki elveszíti a látását frissen, bár annak is, aki nem látva született már, tehát így élte az életét. Igazából nagy segítséget a fehér bot nyújt, más nem nagyon. Ilyen intelligens fehér botból összesen 10-et használnak az országban. Sopronban ez az első ilyen eszköz. Működését a használók Hollandiában tudják elsajátítani. A forradalmi újdonságnak számító eszközzel világszerte most ismerkednek a látássérültek, ezért használatát egyelőre maguk a fejlesztők tanítják. Sopron és Csorna között vonatpótló autóbuszok szállítják majd az utasokat október 11-e szerda és október 17-e kett között. Az intézkedés miatt változik a menetrend is. Sopronból a megszokott időpontnál korábban indulnak az autóbuszok, míg Csornáról később érkeznek városunkba a járművek. A vasúttársaság arra kéri utasait, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes menetrendről. A vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák a közúton közlekedőket is érinti. Fertőszent Miklóson a Fertődi úton található vasúti átjárót lezárják, emiatt a helyközi autóbuszjáratok kerülőúton közlekednek. A buszok 5-8 perccel későbbi időpontban, de minden érintett megállóhelyen megállnak Fertőszent Miklóson. A vágányzár miatt a menetrend szerinti autóbuszjáratok Nagycenk és Fertőbusz között is kerülnek majd, miután lezárják a fertőbozi vasúti átjárót. Tovább pusztít a soproni szőlőkben az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma nevű betegség. Tavaly megtizedelte a fertőzés az egyes ültetvényeket. A növényvédő állomás szakemberei ismét a helyszínt járták, és megjelölték a betegnek tűnő tőkéket. A gazdák abban bíznak, hogy a tavaszi vegyszeres védekezésnek köszönhetően a szület után kevesebb növényt kell majd kihúzniuk a földből, mint egy évvel korábban. Festékkel jelölték meg ebben a Chardonnay ültetvényben azokat a szőlőtőkéket a növényvédő állomás szakemberei, amelyeket gyökerestől kell kihúzni a földből. Idén is megjelent ugyanis az aranyszínű sárgaságot okozó fertőzés a jánostelepi szőlőkben. Fertőzés tünetei a kanalasodó, elszíneződő levelek, illetve a vessző gumiszerűvé válik, az ősz folyamán nem fog beélni. A betegség tüneteit mutatja a terület gazdája. Azok a hajtások, amelyek így néznek ki, nem hoztak termést, ráadásul a fertőzés könnyen tovább terjedhet más tőkékre is. Mint látni ezen a vesztőn is, nincsen termés, nincs fürt. Ugye a kombájnos szület következtében a kocsányok ott maradnak, ezeken nincsen. Tehát a termés mennyiségét befolyásolja elsősorban. Az elmúlt években jelent meg az a rendkívül gyorsan terjedő betegség, amely néhány év alatt teljesen kipusztíthat egy egész ültetvényt. A fertőzés megfékezése miatt a kormányhivatal szakemberei megjelöltek minden olyan növényt, amely a tüneteket mutatja. A betegség ellen nincs gyógymód, a gazdák azonban idén tavasszal permetezéssel védekeztek a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen. Az eredmények biztatók, ezen a területen fele annyi tőkét kell majd kihúzni, mint tavaly. Az idei évben háromszor rovarölős kezelést végeztünk az amerikai szőlőkabóca lárvái ellen, amíg a kabóca terjeszti köztudomásban ezt a fertőzést, és remélhetőleg sikerült a kabócák egyet számát olyan szintre csökkenteni, ami már nagy fertőzést nem fog tudni okozni.
A hatóság a következő időszakban minden érintett termelőt értesít a fertőzöttség mértékéről, a tulajdonosoknak a határozat készhezvételétől számítva összesen 60 napjuk van arra, hogy a megjelölt fertőzött szőlőtőkéket gyökerestől eltávolítsák. Sikerült megszakítani az SVS Eros sorozatát. Hazai pályán 2-0 arányban győzte le Németh Szabolcs gárdája Kazinc Barcikát. A siker talán átlendítheti a csapatot a holdponton. A mérkőzést a fehér szerelésben játszó hazai csapat kezdte. Lendületesen indult a találkozó, de mindkét oldalon biztosan állt a lábán a védelem, nem sikerült helyzetig jutni. A 35. percben vezetés szerezhetett volna a vendégcsapat. Jobbról kapott hajszálpontos átadást Marcos Canalos, és óriási helyzetben 7 méterről kapásból a bal kapufa mellé lőtte a labdát. A 39. percben hazai szögletrúgásnál Kulcsár hátragorította a labdát Szabó Lászlónak, akinek beadását Ág a felső részre fejelte. Az első fél idő mindkét oldalon egy-egy nagy helyzettel és 0-0-ás eredménnyel ért véget. A második félidő Kazinc Balcikai kezdéssel és soproni helyzettel indult. A 47. percben Gyürki passzolt a bal oldalon felfutó Szabó László elé, aki egyből középre adott, az érkező Horváth Péter fejesét azonban Somodi védeni tudta. Az 54. percben Fazakas szabálytalankodott Canalosszal szemben. A balcikai játékos felpattant és ellökte Fazakast. A játékvezető mindkettőjüknek felmutatta a sárga lapot, Canalosznak a második volt, így járt a piros is. Ettől kezdve a vendégcsapat szinte csak a védekezéssel foglalkozott. A 83. percben a vendég 16-os előterében folyt a játék. Kulcsár passzolt a jobb oldalon felfutó Fazakasnak, aki egyből kapu elé lőtte a labdát, középén pedig Horváth Péter előrevetődve védhetetlenül fejelt a kapuba. 1-0 az SVS-ének. A 90. percben a rendkívül motiváltan és jól játszó Fazakas Géza szerzett labdát saját térfélen. Nagy lendülettel vezette a labdát a vendég 16-os előteréig, pontos labdával indította Horváth Pétert, aki középre gurított, és a Fazakas elől menteni akaró Heil a saját kapujába lőtt. Öngól és 2-0 az SVS-e javára. A mérkőzés végét jelző sipszó után végre örülhetett a hazai tábor, megszületett az első győzelem. Az SVS-e legközelebb október 15-én volt edzője, Subka Attila csapata a Szeged 2011 Grosics Akadémia ellen játszik idegenben. Alul maradt ellenfelével szemben az MB2-ben szereplő soproni Tigrisek kosárlabda csapata a HEP kupában. A Sopron ellenfele az Oroszlány volt, az MB1-B-s alakulat magabiztos 65-94-es győzelmet aratott. Nehéz feladat várt a soproni Tigrisekre a HEP kupa a második fordulójában. A soproni csapat ellenfele az egy osztállyal feljebb játszó Oroszlány volt, akik már az első perctől dominálták a találkozót. Az első két negyed játéka után 20 pontos különbséggel kezdhette a második játék részt a két csapat. Az eredmény különbség ellenére a Tigrisek mind támadásban, mind védekezésben mutattak szép momentumokat. A jobb erőnlétüknek köszönhetően tovább növelték az előnyüket a vendégek. A hazaiak trénere, Németh Lehel, a meccs végére 29 pontosra duzzadó különbség ellenére is büszke csapatára. Rengeteg hiba volt. Miért jött a fáradtság abban a pillanatban, nem értünk oda, hármasokat kaptunk, nem értünk vissza a támadásoknál, lerohanásokat kaptunk, és sajnos nem tudtuk tartani még azt a 20 pontot se, amit az első fél időben kaptunk. Ennek ellenére mondom, dicséret a fiúknak, mert akarat van bennük, dolgoznak, és most hát a juniorok nem is szerepelnek az MB2-be, hiszen 12 MB2-es játékoson, akik szeretnék ezt csinálni. Hát tudomásul kell venni, hogy ehhez a fizikumhoz, amit az Oroszlány van, el sokkal több fizikai munka kell és fizikai edzés. Ettől függetlenül azt hiszem, aki a pályán volt, mindent megtett a győzelemért. Hát még a dobás biztonságot fokozni kell, mert MB2-be is szükség lesz rá. A két vereséget követően a Tigrisek a Vasin megye székhelyre utaznak. Németh Lehel tanítványai szerdán este 8 órakor mérkőznek meg a Szombathelyi Egyetemi Ese csapatával. Ajánlom figyelmükbe, hogy távcsöves, csillagászati bemutató alkalmával lehet kémlelni az eget. Október 13-án, este fél héttől, Sarrót fertőül a közelében a Hanság főcsatornánál. Itt a Sopron TV-ben a Mozaik jelentkezik, amelynek vendége dr. Tóth Balázs István, a lámfalusi kar adjunktusa lesz. Utána Páholy című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!
Szerdán gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan alakulhat ki kisebb eső. Délutánra 20 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.